Sziasztok! Üdvözöllek titeket újra a csatornámon! A mai videóban a szöveglelőről lesz szó. De mi is az a szöveglelő? Lényegében úgy tudnám megfogalmazni, hogy az olvasás szerető embereknek a bibliája, vagy akár az enciklopédiája, mivel 10 darab irodalomterapeuta összesen 100 darab szócikket állított össze, amelyhez különböző könyveket kapcsoltak. Ezek a szócikkek különböző élethelyzetek lényegében, amelyekhez különböző könyveket kapcsoltak annak akropóján, hogy ezeket az élethelyzeteket könnyebben meg tudjuk élni a könyvek segítségével, mivel nagyon sok olyan szituáció van szerintem az életben, amikor könyvek segítségéhez kell nyúlni, mert az, hogy láthatjuk más emberek mind mentek keresztül, az inspiráló lehet számunkra is, és én mindig is azt vallottam, hogy minden könyv mögött egy ember lakozik lényegében, és ha elolvasol egy könyvet, akkor megismersz egy embert, és lényegében erre hívja fel a figyelmet a Szöveglelő című könyv is, és más embereket hív lényegében segítségül művek, könyvek. Nek a formájában. A szöveglelő a Libertin könyvkiadó gondozásában jelent meg, és mint láthatjátok, gyönyörűségesen szép élfestéssel rendelkezik. Mutatom is a borítóját közelebbről, mivel nagyon-nagyon szép, ilyen dombor, nyomatos, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak. Nekem nagyon-nagyon-nagyon tetszik, és megmutatom, hogy néz ki belülről, hogy kicsit jobban el tudjátok képzelni. ABC sorrendben vannak a különböző szócikkek, itt láthatjátok, hogy tényleg teljesen olyan a hangulata, mint egy enciklopédiának. Itt vannak a különböző szócikkek, és hogy hogyan kapcsolódnak ezek egymáshoz. És a legvégén ABC sorrendben össze van szedve az összes olyan téma, amely megjelenik. Szóval itt láthatjátok, hogy alkoholizmussal indul, és rengeteg sok minden van az A betűnél, árvaság, autizmus, például itt a B betűnél bántalmazás, bűntudat, börtön, barátság, de a lapozok akkor itt mindenféle F betűnél férfi lét, de egyébként női lét is van benne, meddőség, háború, rengeteg sok-sok minden megjelenik ebben a könyvben, amelyek mind-mind nehezebb, könnyebb témák, de könyvek segítségét lehet hozzájuk hívni, hogy könnyebben megértsük, hogy mi történik körülöttünk, meg a világban, meg bennünk, főként bennünk. Tehát erről a könyvről lenne szó. És arra gondoltam, hogy egy olyan témát, ami hozzám is nagyon közel áll, szeretnék nektek bemutatni, és azokat a könyveket, amelyeket az irodalomterapeuták összeszedtek, megemlíteni, és végigmenni ezen a listán. Mikor rájöttem, hogy meleg vagyok, elég nehéz volt, és nagyon jól esett volna, ha vannak olyan könyvek körülöttem, amelyek át tudnak segíteni ezen az időszakon. És persze találtam később olyan könyveket és irodalmi műveket, amelyek nagy hatással voltak rám, és sokat segítettek, viszont nem volt egy olyan listám, amin végig tudtam volna menni, és meg tudtam volna érteni, hogy mi történik bennem. Viszont például a szöveglelőben van egy olyan szócikk, hogy LMBTQ közösség, és itt végig vezeti az irodalomterapeuta, hogy a melegség már nagyon hosszú évek óta egyáltalán nem betegségnek számít, és végig írja az egész jelenséget, és megfogalmazza igazándiból, hogy mit jelent az LMBTQ. Itt ő végig van írva, hogy mozaik szó, leszbikus, meleg, biszexuális, transzemű és queer személyeket, valamint az egyéb szexuális orientációkkal és nemi identitásukat magában foglaló ernyőfogalom. Ez jelenti igazándiból a plusz, az LMBTQ plusz végén. Már ez önmagában egyébként szerintem nagyon-nagyon-nagyon hasznos lehet sokaknak. Rá is fókuszált, itt láthatjátok. És aztán itt oldalt vannak már egyből különböző könyvek, amelyeket ír a szöveglelő, olyanok, mint V. Blankától a saját ketrec, ezt még egyébként nem olvastam, Nádasdi Ádámtól a szakállas Neptún, ez nekem is megvan a könyves polcomon, de akár Szólíts a neveden, Andre Akimentől, vagy Miért lennél boldog, ha lehetsz normális, Janet Wintersontól, vagy akár Emily M. Danforstól, a Cameron Post rossz neveltetése. És hogyha tovább megyünk, itt ezek a könyvek lényegében egy könyv ajánló formájában jelennek meg ezen az oldalon, mindegyik könyv végig van vezetve, és röviden összefoglalja igazándiból az irodalomterapeuta, hogy miért fontos ezt a könyvet elolvasni, és
hogyha ezekkel minden megvagy, akkor mutatom, hogy van itt még olyan, hogy plusz könyvajánló, és itt van például a Csörög, az Orlando Virginia Woolf-tól, az Órák, Carol, Dorian Gray arcképe, Dán lány, Fehér térkép, szóval olyan könyvek, amiket egyébként én nem is ismertem, pedig meleg irodalom, és tök jó szerintem, hogy ezek így össze vannak is szedve. Emellett alatta van egy olyan, hogy különböző szócikkekre át lehet térni, például Coming Out, Kamaszkor, Szivárvány családok, vagy akár a Lombik, ami a meddőségre is rávezethető, ami szintén egy szócikk. Tehát például itt mutassa az új, hogy Coming Out, akkor meg tudjuk keresni a C betűnél azt, hogy Coming Out, és ott is találhatunk könyveket. Tehát ugyanígy néz ki ez a szócikk is a Coming Out résznél. Itt is le van vezetve Trevor, Incognito, akik már nem leszünk sosem Krusovszki Dénestől például. Szóval nagyon-nagyon-nagyon nívós irodalmi szövegek, és ezeket is, hogyha így végigolvassuk a könyvajánlókat, utána itt lesz a végén még pluszba néhány könyv, amelyet itt láthatunk. Imre, amit én ismerek, de még nem olvastam, itt van például a Simon és a Homo Sapiens Lobby, ami szintén tök nagy kedvencem. Szóval mindent összevetve nagyon-nagyon klassz szerintem ez a könyv, és nagyon-nagyon jól össze van rakva és kigondolva, és persze lehet azt mondani, hogy minek ez, mert ott az internet, de mégiscsak ez egy nagyon nívós könyv, és a szakmában elismert irodalom terapeuták állították össze, szóval próbáltak egy olyan csokrot összeállítani, amely nagyon jó választás lehet, és nagyon hasznos választás lehet, mert nagyon jó irodalmi szövegekről van szó, melyek nagyon jól dolgozzák fel ezeket az élethelyzeteket és szituációkat. Tehát mindent összevetve én nagyon tudom nektek ajánlani ezt a kötetet, mert szerintem nagyszerű ajándék, emellett baromira hasznos, és nagyon fontos témák és dolgok vannak benne, amik olyan dolgok, amikről beszélni kell, mert ebben a társadalom és ebben a világban ezek a dolgok vesznek minket körül, és sokkal jobb emberek lehetünk, és sokkal segítőképesebbek és empatikusabbak lehetünk, hogyha átlátjuk ezeket a szituációkat és élethelyzeteket. Tehát én bátran tudom nektek ajánlani, természetesen nem egy regény, nem egy olyan könyv, amit leülsz és végigolvasol, hanem inkább nyitogatod, nézegeted, ha valamire szükséged van, akkor felnyitod és megnézed, hogy miket ajánlanak neked, és hát rengeteg sok-sok-sok-sok más könyvhöz lök téged ez a mű. Szóval találd meg magad az irodalomban, olvasd el a szöveglelőt. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, remélem, hogy tetszett és hasznos volt. Hamarosan érkezek a következővel, addig is mindenkinek szép napot és jó olvasást kívánok. Sziasztok!